Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Bercsényi Katolikus Gimnázium falai között. Külön öröm számomra, hogy a város vezetősége, a társintézmények megtiszteltek bennünket vezetői szinten, és eljöttek erre az alkalomra, amely régóta dédelgetett vágyunkat fogja valóra váltani, hiszen én is ebben a gimnáziumban tanultam, és szerintem én is vágytam már arra, hogy felújítsuk ezt a tornatermet. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Juhász Enikő polgármester asszonyt, Virágné Katona Zsuzsanna igazgatóasszonyt, Andáni Henrik Mária óvodavezetőnket, Márton Zsolt kollégiumvezetőnket, Márton János Pánti Endre Katolikus Általános Iskola vezetőjét. És szeretném felkérni igazgatóasszonyunkat és polgármesterasszonyt, hogy vágját azt a szalagot, ami lehetővé teszi számunkra, hogy odabent Bordás Péter esperes atya meg tudja áldani a mi tornatermünket. Ollót kapunk. Igen, Anikó, ott ültja Anikó. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk erőt ad nekünk arra, hogy örömmel szolgáljunk neki, segítsük testvéreinket és testünket Isten törvényének alávetve, alkalmassá tegyük azt minden jó végzésére. Így kétség nélkül Isten tetszése szerint való, a lélek felüdítésére, a testgyakorlásra szóló szabadidő is. Amikor ugyanis a test megerősödését segítjük elő, az hasznára van a lélek egyensúlyának is, miáltal a testvériség könnyebben épül, és növekszik a barátság. Könyörögjünk! Urunk, szüntelenül magasztalunk téged, aki mindent csodálatosan elrendezel, az ember munkáját és tevékenységét is bölcsen irányítod, s megengeded, hogy a fáradt test és lélek felüdüljön a pihenés nyugalmában és a tisztességes szórakozásban. Kegyelmedet kérjük tehát, Urunk, hogy ez a tornaterem a szabadidőt és a szellem felüdülését szolgálja a test és a lélek egészségének megerősítésére. Akik itt összejönnek, gazdagodjanak a közösségi kapcsolatok ápolásában, és örömmel dicsérjenek téged, Krisztus, a mi Urunk által. Áldja meg és szentelje meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Isten, aki mindenki lelkét megvilágítja, és a test erőit felfrissíti, kormányozza tetteinket, hogy napról napra érezzük a szív és a lélek egyetértésének örömét. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le ránk, s maradjon velünk mindörökkön örökké. Amen. Főtisztelendő plébános úr, tisztelt polgármesterasszony, tisztelt igazgatóasszony, tagintézményvezetőasszony, tagintézményvezető urak, kedves vendégeink, kedves kollégák! Az önkormányzat segítségével lehetővé vált a régen-régen várt óhaj beteljesülése, hogy tornatermünk megújuljon. 10 millió forintot kaptunk erre a célra, és hogy teljes legyen az örömünk a pályázatok segítségével, nem csak szép új tornatermünk van, hanem eszközök is kerülnek bele. A napokban is érkeztek, és fognak még érkezni testnevelési eszközök. A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni.
A sport tehát mindenre megtanít, mondja Hemingway. Meggyőződésem, hogy napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg- és szabadidősportnak Magyarországon pedagógiai és egészségügyi szempontból egyaránt kiemelt szerepe van. A társadalom krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrofális életmódja alapvetően nem csak anyagi, hanem főként szemléletbeli hiányosságokra vezethető vissza. Egy nemrégiben végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35%-a azt mondja, azért nem sportol, mert nincs ideje. 25% nem szeret, az pedig, hogy ez költséges, létesítményigényes dolog lenne, csak 6%-uk említi. A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. A sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a lélekre és a szellemre is hatnak. A rendszeres mozgás számos, szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben, s ha életünk természetes részévé válik, akkor nyilvánvalóan preventív hatása is van. A sport számos olyan dologra felkészít, ami az élet más területén hasznossá válhat. Hiszen az a gyermek, felnőtt, aki rendszeresen sportol, jobb fizikális, egészségügyi állapotba kerül, jobban teljesít az iskolában, illetve a munkahelyén, pozitív életközösség tagjává válik, mely távol tartja a káros szenvedélyektől, hasznosan vezeti le a felgyülemlő feszültséget, agresszivitást, lelkileg és szellemileg is kiegyensúlyozottabbá válik, tudatosabban éli az életét. Nem sok olyan dolog van, ami annyira előremutató, mint a sport. Ennek a gondolatnak a jegyében kívánok testnevelőinknek jó munkát a felújított tornateremben, kívánom, hogy további szép eredményeket érjenek el diákjaikkal. Köszönöm a figyelmet. Igazgatóasszony, Esperes atya, kedves tanárok, diákok, tisztelt hölgyeim és uraim! Mindig öröm látni, hogyha valami megújul, szépül a városunkban, és különös öröm ez akkor, hogyha az egykori gimnáziumomra gondolok. Itt lehet, hogy vannak olyanok, sok fiatal is ül itt, aki nem tudja, hogy én magam is Bercsény is diák voltam, és én erre nagyon büszke vagyok. Én soha nem éreztem a hátrányát annak, amikor tovább tanultam, hogy én egy kisváros gimnáziumából érkeztem a Debreceni Orvosi Egyetemre, éppen úgy meg tudtam állni a helyem mindazok mellett, akik mondjuk Miskolcról vagy debreceni elit gimnáziumokból érkeztek a tanulmányaik folytatására. A mostani fejlesztésnek köszönhetően a bercsényis diákok jobb körülmények között tudnak sportolni, mint korábban, és mint ahogy igazgatóasszony részéről is elhangzott, a sport a mindennapos testmozgás része kell, hogy legyen az egészséges fejlődésnek. Az önkormányzat ezt az elmúlt években felismerte, és minden erejével támogatja, hogy minél jobb körülmények legyenek a sport tekintetében. A teljesség igénye nélkül mondom el, hogy a Székácsban új sportcsarnok épült, műfüves pályák, felújítottuk a templom alatti sportpályát, extrém kerékpárpályát építettünk az extrém sportot kedvelőknek, vagy például gerelyhajító pályát a sportpályán pont Ertót Norbinak és a kiváló egyéb atlétáknak is. De a strandot is éppen azért fejlesztettük, hogy az úszásoktatásnak is megteremtődjenek a feltételei. Ez év nyarán az új úszómedencét átadtuk, illetve két strand kézilabda pálya is készült, amelyet a strandnői kézilabda válogatott avatott fel az idén nyáron. De a fejlesztésekben nem állunk meg, hiszen a kormány döntése alapján a Szemere Bertalan utcában nem messze a gimnáziumtól egy tanúszoda fog megépülni. Arra ígéretünk van, hogy a jövő év őszére legkésőbb, tehát a következő tanév kezdésére elkészül, és ennek a tanúszodának az a különlegessége, vagy az lesz a különlegessége,
hogy állítható fenékmagasságú lesz, tehát a 80 centitől az 1,90-es mélységet is biztosítani tudja majd ez az úszómedence, tehát az óvodásoktól kezdve akár a gimnazistákon és a felnőtteken át az egész város, tehát a város minden úszni vágyó lakója tudja majd használni. És hogy a sportot támogatjuk, még egy dolgot szeretnék, még egy dologra szeretnék utalni, arra, hogy tavaly ünnepelte a város a szervezett sportélet 100. évfordulóját, és itt nagyszabású rendezvényre került sor tavaly. Nos, én azt kívánom, hogy a diákok, a bercsényisek ezt a felújított tornatermet használják egészséggel, mozogjanak benne minél többet, és én remélem, hogy hamarosan egy újabb fejlesztésről, egy újabb felújításról tudunk beszámolni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szívből köszönöm polgármester asszony szavait, és engedje meg, hogy egykori iskolája nevében gratuláljunk az Áder János köztársasági elnök úr által átadott Magyar Arany Érdemkereszthez, és munkájához további sok sikert, Isten áldását kérjük. Az ünnepi szavak után, ugye ez a tornaterem mégiscsak a diákoké, és ezt Szabó Imre tanár úr is nagyon jól tudja körünkben. Sok szeretettel köszöntöm egykori testnevelő tanárunkat, és szeretném, hogyha a diákok által elmondott kis idézetek, bölcs gondolatok, felidéznék az ő testnevelő tanári múltját is, és mindannyiunknak egy kis felüdülést adna. Mert hol játékos, hol komoly gondolatok kapcsolódnak a sporthoz. Kérem, fogadják sok szeretettel diákjaink idézeteit. A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. Aki tud emelt fővel veszíteni, azt mindenki becsüli, de főleg a győztes csapat tagjai. A foci szabályai nagyon egyszerűek. Ha mozog, rúg bele, ha nem mozog, addig rúgjon, amíg mozogni nem kezd. Ha esetleg veszít az ember, hát veszít. Nem lehet mindig nyerni, de mindig jön egy másik verseny, amit meg lehet nyerni, és meg is kell. Nyújts mindig a legtöbbet. Ne elégedj meg azzal, ami vagy. Próbálj meg az lenni, ami lehetnél. Egy jó focista ott van, ahol a labda. Egy nagyszerű focista ott van, ahol a labda lesz. Akarsz-e játszani? A csapattársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig pályára lépni? Testeden fényes meszt viselni? Átszellemült arccal kamerák előtt semmibe maradni? Akarsz-e gyermekeknek példakép lenni? Szívedre tett kézzel a himnuszt énekelni? Akarsz-e hős vagy bűnbak lenni? Akarsz-e futni, küzdeni, hajtani, rohanás után levegőért kapkodni? Elszánt hadvezérként sereget győzelemre vezetni. Akarsz-e passzolni, cselezni, lőni, reményt visszahozni, vagy összetörni? Fájdalommal küzdve, összeszorított fokkal a földről felkelni. És mondd, akarsz-e végül nyerni? A lefújás után boldogan földre esni. Kupát, sárleget magasba lakni. Csapattársad nyakába borulva örömödve sírni. Akar játszani. Akik úgy vélik, hogy nincs idejük a testmozgásra, azok előbb-utóbb kénytelenek lesznek időt találni a betegségre. A sport reményt adhat ott, ahol egykoron kétségbeesés uralkodott. Bármely kormánynál hatékonyabb a faji ellentétek leküzdésében. A sport képes megváltoztatni a világot. Köszönjük szépen, és ugye az egyik kisdiákunk azt kérdezte, hogy akarsz-e játszani? Hát akkor hadd vegyék birtokba a gyerekek a jövő, és a jövő testnevelője, Sárándi Tamás, aki testnevelő szakos félig, és majd lesz azzá, néhány diák kíséretében, akkor vegyék birtokba a tornatermet.
Reméljük, még nagyon sok zajos sportesemény színhelye lesz ez a tornaterem, és várjuk a társintézmények diákjait különböző bajnokságainkra, rendezvényeinkre. Közösségi rendezvényeket is itt tartunk ebben a tornateremben. Hamarosan lesz a szalagavató ünnepségünk, és szívből várunk minden kedves látogatót a gimnázium falai közé, akár jelenlegi diákunk, akár ide vágyik jönni, és vigyük el jó hírünket a gimnáziumról, és én remélem, hogy nagyon sok ilyen jó hangulatú sportmérkőzés levezetésére lesz majd lehetősége Tamásnak is, és a testnevelő kollégáimnak is.